Fordult már elő veletek, hogy valamit megszerettetek volna szerelni a gépjárműveteken, de se a megfelelő hely, se a megfelelő szerszámok nem álltak rendelkezésre. Tartsatok velem, és mutatom a megoldást! Sziasztok és üdvözlök mindenkit egy újabb részben. Nem tudom, látszik-e a környezetemből, hogy jelenleg külterületen forgatunk, és hát szerintem az autós világban jártas embereknek az a fogalom, hogy szereld magad műhely, úgy gondolom, hogy mond valamit. Igen, mint mögöttem láthatjátok és kitalálhattátok, Sopronban megnyílt az első és eddig egyetlen szereld magad műhely, amely kreatív néven a Bütykölde nevet tudja magáénak. Most, aki nincs vele tisztában, a szereld magad műhelyek lényege általában az, hogy te, mint mezei ember, aki nem szeretnél x ezer forintot elkölteni szerszámra, valamit nem szeretnél a haveroktól, akárkitől lejmolni helyet, aknát, akármit arra, hogy te a kis kókány autódat otthon megszereld, gépjárművedet megszereld, erre találták ki a szereld magad műhelyeket. És mint mondtam, jelenleg Nyugat-Magyarországon én úgy tudom, hogy szerintem az első, de majd megkérdezzük pontosan, az első Sopronban megnyílt. Július 15-én, igen, tisztában vagyok vele, hogy mire ez a videó kimegy, az már lesz vagy szeptember, de ez van. Úgyhogy tartsatok velem, és menjünk be, nézzünk körül, hogy mi található egy ilyen szereld magad műhelyben. Na, srácok, mint említettem, hiába autószerelő műhely, idézőjelve, azért gondoltak a motorosokra, illetve a kerékpárosokra is, tehát motor-bicikli szerelő állvány szintén található. Csak gondoltam, hogy gyorsan körbe mutogatom, hogy mik vannak, mik elérhető. Van egy váltótartónk is, ha esetleg valakinek arra lenne szüksége, illetve Tivadar, nem tudom, emlékszel-e? Emlékszem. Mr. Présre, hogy mennyit szenvedtünk. Hát ez kicsit komolyabb. Tomit nem sértjük meg, de kicsit komolyabb, 20 tonnás. Hát egy B betű el van írva is, amúgy majdnem ugyanaz. De présünk is van, úgyhogy ha valaki kerékcsapágyat vagy akármit szeretne cserélni, természetesen az is elérhető. Srácok, mint láthatjátok, elég masszív munkapadunk is van. Egy elég masszív, minőségi, nyilván az egész videó nem szponzorált, de muszáj kiemelnünk, hogy nem gagyi termékekkel operál. Jó. Itt a műhely, úgyhogy egy köszörű is található, illetve Tivadarra tovább fáradsz velem, amit már kedves nejemnek jeleztem, hogy amennyibe karácsonyi ajándékot szeretne nekem szánni, vagy ezt akármelyik hölgynézőnek is tudnám javasolni. Tehát, igen, tehát nem szarra gurítunk. Nice. Hogy csinálta Miley Cyrus? Nyalogatta a bontó golyót? Én ezt elkezdem nyalogatni, engem minden kidobnak. Ó, te. Mondjuk erre a HBM mechanikról még nem hallottam, de nem néz ki szarnak. Tehát... Majd kommentbe írjátok meg, hogy ti használtatok a már ilyen márkát. Igen, ezt így körbe mutogatom, hogyha már itt vagyunk. Úgyhogy... voilà, minőség. Igen, és azt azért tegyük hozzá, hogy nem egy, hanem három darab ilyen szerszámos kocsi is rendelkezésre, hogyha szeretne valaki. Tehát, igen. Thank you.
elnézést kérek! Szerintem hiányzik a 10-es dugókulcs a készletből. Tovább fáradva, teljes mértékben automatikus olajleresztünk tartállyal, tehát minden normálisan van eltakarítva. Csak a seggfájós embereknek mondanám, akik a környezetvédelem nevében mindent feláldoznak. Igen, igen. Minden szabályosan van. És ha tovább fáradsz velem, ez egy újdonság, mint láttam. Ez egy kaloda. Igen, kaloda. A fém alkatrészeknek, tehát féktárcsa, kerékcsapágy, akármi. Úgyhogy minden szakszerűen van eltávolítva. Ezt kiemelném. Na, hát srácok, akkor úgy gondoltam, hogy úgy élik ezt az egész videót folytatni, hogy a Bütykölde tulajdonosával, üzemeltetőjével, hogy nevezzük? Üzemeltető vagy tulajdonos? Én vagyok a tulajdonos és pillanatnyilag üzemeltető akkor, egyben. Jó, akkor úgy kezdjük. Majd egyszer valamikor remélem, hogy lesz alkalmazott, én meg mehetek Hawaii-ra koktélt. Jó, de hát úgy gondoltam, hogy akkor Attilától pár dolgot megkérdezek, ami szerintem titeket is, illetve másokat is érdekelni fog. Szóval első körben is a Attilától megkérdezik, hogy jött az ötlet. Tehát hogy szállja el magát valaki, hogy egy szeret magad műhelyet létesítsen? Hát ez nem az én ötletem, ez már egy nagyon régi ötlet, ez Amerikában működik már szerintem a 70-es évek óta. Aztán átgyűrűzött Európában és Németországban, Ausztriában van egy jó pár. Én mindig szerettem volna egy ilyet. Én szeretem az autókat, de nem vagyok autószerelő. Uh-huh. Olyan mélységeiben sem nagyon értek az autóhoz, de gyakran volt olyan alkalom, hogy szerettem volna az autómon valamit csinálni, akár egy kerékcsere, akár egy olajcsere, de a nappali fény felszerelése, ugye egy ilyen kínai LED sort szerettem volna az autómra felszerelni, amihez le kellett volna venni a lökhárítót, és hát ugye otthon az udvarban ezt nem nagyon tudtam megcsinálni, illetve nehezen tudtam megcsinálni, és akkor gondoltam vissza, hogy vannak ilyen műhelyek a nagyvilágban, hogy itt a környékemen miért nincs. Uh-huh. És aztán egyszer, egy pár évvel ezelőtt találkoztam egy régi kollégámmal, aki mesélte, hogy ő autóversenyezik, rallyzik, azt hiszem ilyen félamatőr módon, és hogy ő neki is ugyanez a problémája, és nyitott magának egy ilyen műhelyt, csinált magának, mert hogy neki sem volt a környéken senki, uh-huh. ahol ezt megoldhatta volna. És akkor úgy egy kicsit fölvillanyozódtam, hogy ha ő meg tudta csinálni, akkor én is meg tudom. De hát nem volt annyi pénzem, meg nem volt hely főleg. Uh-huh. És Ausztriában nem akartam csinálni, mert én úgy éreztem, hogy Ausztriában ott nem. Nincs akkora igény rá. Azt elfelejtettem mondani, hogy én Ausztriában élek igazából. Uh-huh. És úgy gondoltam viszont, hogy Sopronban igen, csak el kellene egy ilyen, mert hogy a családtagjaim, az ismerőseim körében, ezt gyakran hallottam, beszélgettünk erről a problémáról, és úgy gondoltam, hogy Magyarországon talán inkább még van szükség ilyesmire. Uh-huh. És akkor elkezdtem egy alkalmas csarnokot keresni, és éveken keresztül nem találtam. Aztán az idén, illetve hát tavaly októberben találtam meg ezt a helyet, és akkor gyorsan le is csaptam rá. Bocsánat, hogy közben, azt nem tudom, mennyire láttátok itt a videóban, hogy ez egy 300 négyzetméter? 300 négyzetméter. 300 négyzetméteres csarnokban vagyunk gyakorlatilag, tehát van hely bohózkodni, úgymond, szép szóval. Igen, és mindjárt le is csaptam rá, akkor még a falak nem álltak igazából, ez egy régi tetőszerkezet. Itt szerintem teherautók álltak régen, gondolom szerelmi, az esőtől védve, vagy akár szerelték őket, nem tudom. A lényeg az, hogy tavaly decemberben kezdték el, vagy októberben kezdték el a falakat fölhúzni, és akkor én ezt lebeszéltem a tulajjal, kifizettem az előleget, és azóta a foglalót, akkor... és akkor gyakorlatilag február óta szépítgettem, javítgatom, uh-huh. megszerzem be a dolgokat, és igen, most július 15-én, azt hiszem, azt már említetted. Ezt mondtam, igen, a július 15-én sikerült is megnyitni. Jó, hát azt mindenképp meg kell kérdeznem, hogyha már egy ilyen hivatalos helyen vagyunk, mert ezt tisztázzuk le, azért lesznek olyan kommentek, szerintem te is tudod, hogy milyen kommentelők vannak. Ez egy hivatalos, bejelentett, számlás, minden műhely. Tehát itt nem lesz olyan, hogy számlanék olcsóbb a történet, nem. Ugyanannyi minden, hogy... Úgyhogy vannak bizonyos szabályok, ezt Attila majd elmondja nekünk akkor, hogy mi a feltétele annak, hogy valaki igénybe vegye itt a szolgáltatásokat.
Olyan nagyon sok szabály, remélem, hogy nincs, én nem szeretem a szabályokat. Igen, értem, hogy mire gondolsz, természetesen vannak szabályok. Miután Ausztriában élek 35 éve, nagyon szeretem a szabályokat, de mégis próbálom úgy csinálni, hogy ne legyen sok belőle. Ami a legfontosabb az az, hogy alá kell írni, hogy mindenki a saját felelősségére csinál mindent. Tehát Magyarországon is létezik, amit sokan elfelejtenek, az a dolog, amit úgy hívnak, hogy saját felelősség. Magyarországon szeretnek az emberek mindig valakire mutogatni, meg felelőst keresni, még az időjárásra is keresnek felelőst. Nem, ez nem így működik. A törvény előtt a tetteidért te magad felelsz. Tehát, hogyha te eljössz ide hozzánk, és megszereled a fékedet, és azt nem jól szerelted meg, és utána a kereszteződésben nem tudsz megállni, és áthajtasz a mókusőrsön, akkor te fogsz azért felelni, hogy a féked nem működött, nem pedig mi akkor sem, hogyha itt szerelted meg. Tehát emiatt alá kell írni minden egyes alkalommal, hogy a szerszámok, illetve a csápos emelő saját felelősségre van használva. És gyakorlatilag ennyi. Amit szeretnénk, az talán majd inkább a nyitvatartással kapcsolatban, hogy még amit szeretnénk szabályként bevezetni, hogyha az ember 18 óra után akar jönni, illetve vasárnap 15 óra után, akkor mindenképp időpontot kell foglalni. Amit egyébként Facebookon, Messengeren, akárhol meg is tehetnek. Igen, természetesen. Akár telefon, igen, Messenger. Van a bütykölde.hu oldalon egy időpontfoglaló rendszer. Szeretnénk, ha azt használnák az emberek leginkább. De bármilyen módon egy telefon. Sajnos a telefon az még úgy működik, hogy amikor nem vagyunk itt, akkor csak kicsöng. Amiről a Vodafone-nál van szerződésünk, és a Vodafone-nak nincsen üzenetrögzítő. Tudjuk milyen a tudjuk. Igen, ezen dolgozom, itt egy bakit csináltam, majd ezt megpróbálom kijavítani. Mi esetre 18 óráig, ha hív bárki, akkor telefonon is lehet. Ja, és igazából szabály ennyi, még talán annyi, hogy tisztaságot kell tartani, a szerszámokra természetesen vigyázni, úgy visszaadni mindent, ahogy az ember meg szeretné kapni a következő alkalommal. Nem olajosan, nem szutykosan. Igen, illetve hát mindig ugye odafigyelni, hogy itt azért mások is tartózkodnak, vigyázni egymásra, főleg az emelőnél mindig azért odafigyelni, hogy nincs-e valaki ott az autó alatt, amikor elkezdem leengedni. Azt egyébként itt megemlíteném, ha már emelőről beszéltünk. A videóban biztos láttátok, meg a márkák alapján, amit mutogattunk, hogy tehát tényleg elmondom még egyszer, hogy nem a kínai gagyi olcsó akciós szerszámokról van szó. Az emelők is, hogy volt, kettő darab három is feles és egy 4 tonnás, ugye? Igen. Igen, tehát és azok is német márkájúak, tehát komolyabbak. Illetve, mint láttátok a bevágásban, például a diagnosztikai eszköz sem egy China verzió, tehát nem tudom máshogy fogalmazni. Illetve itt mögöttünk a szekrényben, most nyilván nem fogok mindent előpakolni, de minden célszerszám, amire esetleg igény van, az megtalálható, hogy nekem Attila megmutatta. Már tehát a második szekrény is megvan, csak még fel kell építeni. Így van. Tehát itt a rugó összehúzótól kezdve, nem is tudom miket néztünk, tehát itt csapágylehúzó, minden. Igen, ütvecsavarozó, igen, minden. Mini kompresszor is van, valakinek az kell. Tehát nyilván nem tudok mindent itt a videóban bemutatni nektek, de higgyétek el, tehát nem egy putri helyre jönnétek, ha ide jönnétek. Itt ehhez még talán annyit hozzátennék, hogy én alapvetően szeretem a minőséget, és megpróbálom. Természetesen egy ilyen helyen, ahol sokan dolgoznak egy szerszámmal, nem feltétlenül jó az olcsó, meg az alacsony minőségű kínai megoldás. Igen. Ezért a szerszámokat, tehát mindent, amit veszünk, azt úgy szerezzük be, hogy árérték arányban a legjobb. Tehát mindenképp minőségre törekszünk, legtöbbnyire német dolgokat szerzünk be. Nem feltétlenül a legdrágábbat, de mindenképp olyat, ami reméljük, hogy sokáig tart, és igen, akkor is, hogyha többen használják különböző módon, igen, akkor is kibírja az idő vasfogát. Igen, tehát mint az emelők is, német emelők, a szerszámok hollandi gyártmányú, direkt Hollandiában, közvetlenül Hollandiából lettek hozva. A diagnosztika az amerikai, ezért sajnos csak angolul
van a németre, ha átállítom, akkor egy ilyen kevert nyelvet kapunk. Majd próbálkozok, vagy hátra sikerül magyarul megszerezni, nem tudom. A német angolt keverel, akkor egy hollandot kapsz, tehát hollandot, vagy franciát nem, de... Nem, hollandot így. Jó, én körülnéztem, tehát azt tudni kell, hogy a Bütyköldének van saját weboldala, és ott van gyakran ismételt kérdés szekció. Na most én azokat a kérdéseket szedtem itt össze Attilának, ugye többek között olvastam ezt, hogy ott maradhat-e az autó, megszereli-e valaki helyettem az autót, foglalkozik-e valaki velem, fogja-e valaki a kezemet, tehát... Ezt már ugye kiveséztük, hogy nem, nyilván nem, csak... Igen, igen. Tehát mi segíteni nem tudunk, itt tényleg mindenki magára van utalva. Hogyha te autószerelő vagy, jöhetsz. Hogyha van egy barátod, aki jön veled, aki autószerelő, jöhetsz. Hogyha te egy amatőr, autodidakta autószerelő vagy, és úgy érzed, hogy te azt meg tudod csinálni, nagyon szívesen látunk. Hogyha egy picike kis kétség is van a tudásod felől, tehát úgy érzed, hogy te ebben nem vagy annyira biztos, inkább vidd szerelőhöz. Tehát mi azt mondjuk, van itt az udvarban, a telephelyen elég szerelő, nagyon aranyosak, kedvesek, mi is tudunk egyet-kettőt ajánlani. Jobb a békesség. Nem csak a békesség, hanem az, hogy, illetve hát igen, a lelki béke úgy is. Úgy értettem, hogy, igen. Mondom, tehát mi inkább azt mondjuk, hogy inkább vidd szerelőhöz, hogyha úgy érzed, hogy ez túl nagy falat igen, a számára. Igen. Jó, nem tudom, itt kitérhetünk-e, itt a szolgáltatásokat átbeszéltük, hogy itt videóban szeretnéd elmondani az árakat, hogy milyen ára juthatnak hozzá az emberek itt a bizonyos, illetve akkor már vehetjük ide is, ugye említsük meg, hogy különböző szolgáltatással rendelkezik a Bütyköld, különböző féle szolgáltatásokkal rendelkezik, ami igen. Ugye most frissült, ha jól tudom. Igen. A legalapvetőbb dolog, ugye, ami a legtöbb embert érdekelheti, az az, hogy a csápos emelő bérlése egy órára 6000 forint. Pillanatnyilag később természetesen lehet, hogy ez emelkedni fog az inflációval. Ez Magyarország új kedvenc szava egyébként. Igen, hát nem tudom biztosítani, illetve hát majd még ki kell kalkulálni, hogy a kiadások meg a bevételek hogy arányulnak egymáshoz. Most pillanatnyilag mondjuk fogjuk rá, hogy bevezető árként 6000 forint az emelő óránként, szerszám nélkül. Ha szerszám is kell, akkor 8000 forint, amiben benne foglaltatik bármi. Tehát, hogy alapvetően kapsz egy szerszámos kocsit a 264 szerszámmal benne, de hogyha azt mondod, hogy neked még kell egy ütvecsavarozó, meg egy feszítővas, meg nem tudom, még egy nyomatékkar, akkor természetesen az is benne van az árban, csak mondanod kell, szólnod igen. kell, és akkor megkapod. Ugye itt van mindenféle kompresszor, meg egyebek, ez mind benne van. Hogyha bejössz, és volt már rá példa, azt mondod, hogy te csak a prést szeretnéd használni, mert neked van itt egy vödör szőlőd, akkor a prést is használhatod, 1000 forint egy órára, tehát bármilyen szerszám, egy célszerszámot akarsz használni, 1000 forint egy órára. Most, hogyha kell egy csőfogó, meg egy csavarhúzó, akkor is csak 1000 forintot fogunk felszámolni, nem 2000-et természetesen. Persze. Tehát így alkalmanként, de azért az alkalom, az férjen bele egy órára. Igen. Dinamikusak vagyunk. Illetve még, ha nyújthatom egy kicsit a szót, akkor még szeretnénk azt, hogyha az emberek, amikor használt autót vesznek, az szép, hogy körbe tudod járni, meg bele tudsz ülni, meg el tudsz menni egy próbaútra, de ugye sokan szeretnék tudni, hogy azért az alja is milyen. Igen. Sokszor csak az a lehetőség van, hogy alá bújsz, igen. és kényelmetlen. Igen, és vagy látsz valamit, vagy nem. Tehát emiatt ugye csináltunk egy olyan csomagot, hogy eljössz hozzánk 5000 forintért, fölemeled az autót, megnézed, szép, leengeded, kapsz érte, hogyha szükség van rá, hogyha szeretnéd egy autodiagnosztikát a komputerrel, amit már megmutattunk, és nekünk még vannak adásvételi szerződések is, hivatalosan kinyomtatott, ugye, amit meg lehet kapni az üzletben, azt is adjuk, sőt még a golyóstollat is mi adjuk, aláírhatod itt nálunk az üzletben a sőt, a hogy jól tudom, alkatrészbeszerzésben is. Alkatrészbeszerzésben is, igen, nem régóta együtt dolgozunk az Unix-szal és az Intercars-szal, még a Bárdi autót szeretnénk megkeresni.
meglátjuk, hogy mikor lesz rá idő. Mindenképpen tudunk segíteni az olcsóbb alkatrészbeszerzésben. Igazából azt tapasztaltam, hogy itt Sopronban azért már elég sok embernek van kedvezménye, az Unixnál főleg, de ha valakinek még sincs, igen, akkor mi meg tudjuk szerezni. Illetve legutoljára most azt sikerült elintéznünk, hogy vasalkatrészeket, hulladékot el tudunk szállítatni. Tehát, hogyha valaki itt akarja adni a lecserélt féktárcsáját, vagy csapágyat, bármilyen fémhulladékot, akkor azt át tudjuk venni, és mi azt el tudjuk szállítatni. Dolgozunk azon is, hogy olajszűrők, olajos langyok, egyebek, tehát olajos flakonok. Hát ugye az olajtartályt azt már láttuk. Az olajat azt átvesszük, az meg van oldva, csak ugye a hulladék, leginkább ugye a használt olajszűrő, az a legnagyobb probléma. Igen. Azt sajnos még nem tudjuk átvenni, azt mindenkinek el kell vinnie magával, de igyekszünk megoldani a dolgot. Jó. Körülbelül ennyi most itt pillanatban. Jó, nem tudom, a nyitvatartással kapcsolatban akarsz még valamit mondani, hogy beszéltük itt, hogy ez azért fontosabb rész, hogy 6 óra után akar valaki jönni, hogy általában mikor érnek el az emberek? Egyébként ez érdekes, ez még mindig nem forrta ki magát teljesen, mert szerintem majd, ugye most nyáron mindenki nyaralni volt. Most mindenki lerohadt, majd összehozzák a kocsikat. Igen, szerintem így szeptembertől, amikor már jön egy kicsit a hűvösebb idő, akkor növekszik majd a forgalom, akkor jobban ki lehet tapasztalni, hogy az embereknek mikor van idejük. Én úgy gondoltam nyitás előtt, hogy leginkább este van az embereknek idejük. Uh-huh. Aztán sokáig itt tücsörögtem, hogy 9-10 óráig, és nem jött senki. Uh-huh. És akkor mondtam, hogy akkor lehet, hogy az embereknek mégiscsak napközben van inkább idejük. Ezért most próbálom még mindig kitapasztalni, de alapvetően most úgy gondolom, hogy 10-től 18 óráig ide lehet jönni. Vagy van hely, vagy nincs. Érkezési sorrendben. Érkezési sorrendben. Ha van hely, azonnal be lehet állni. Ha nincs hely, akkor várni kell egy kicsit. Uh-huh. 18 órától, illetve vasárnap 15 órától mindenképp a bütykölde.hu-n kell időpontot foglalni, mert akkor tudjuk, hogy mire számíthassunk. Kit várja. Igen. Így van. Azt akartam mondani, hogy persze ez természetesen nem az egész éjszakával húzódik, tehát 18 órától körülbelül 22 óráig vállaljuk be. Ha később látjuk, hogy mindenki éjfélig akar dolgozni, akkor lehet, hogy azt is meg fogjuk oldani. Most úgy vagyunk beállva, hogy maximum 10 óráig, tehát 10 óráig mindenkinek el kell hagyni a telepet. Főleg azért is, mert akkor már a sorompó lecsukódik, a kapuk bezáródnak. Igen. Igen. Tehát azért is nem lehet olyan nagyon sok. Kifele lehet menni, befele már nem nagyon. Igen. Igen. Úgyhogy jó. Már... Szerintem itt igazából meg is válaszoltad a következő kérdést, hogy, és ez szerintem ez lehet a záró kérdésünk erre a beszélgetésre, hogy így az elmúlt két hónap, mondjuk azt most két és fél. Ennyi idő alatt mi a tapasztalat? Hogy mennyire volt igény rá, mennyire jelentkeznek, mennyire vagy úgymond betáblázva, tehát hogy látod-e a fejlődést, hogy egyre többen jönnek? Fejlődést mindenképpen látok. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ugye megnyitás előtt volt egy kis szórólapozás, illetve a Facebookon volt egy kis reklám fizetve, ami nagyon sikeres volt, mert pár óra alatt több mint 250-en lájkolták az oldalt. Azóta egyre növekszik a tagok száma, illetve sokan jönnek be, főleg, hogy most a Rádió 1-en volt a reklám, illetve jövő héten megy az új reklám. Sokan jönnek be, hogy hallották a rádióban, hogy van ez a dolog, és hogy meg szeretnék nézni, hogy mi is ez, meg hogy működik. Tehát érdeklődés mindenképpen van. Most nem tudom, az egyik szemem sír, a másik nevet, hogy az embereknek úgy látszik, hogy jó az autójuk, nem robbantak le. Másik oldalon ugye ez nekem rossz, mivel nincs üzlet, de mindenképp növekvő tendencia van. Igen. Tehát a bevételeken látom, hogy amíg júliusban ennyi volt, most az a duplájára nőtt, aztán megint egy kicsit növekedett, és most már ott tartunk, hogy azért hetente egy olyan 10 ügyfél azért bütykölít az autóját, nem feltétlenül egy órára, volt valamelyik nap egy úriember, 4-5 órát itt volt, és elég komoly dolgokat megcsinált az autóján.
azt még azért itt a videóban megemlíteném, mert biztos lesz ilyen kérdés, hogy te iparterület, akármi zárt terület, hogy hát is, hogyha esetleg valakinek kis dolga lenne, nagy dolga lenne, mindenki nyugodjon meg, egy kultúrát helyre jön. Attila mesélte, hogy a mosdó is építés alatt van, tehát nem a bokorba kell pisilned, ha éppen rád jön a szükség, úgyhogy ezt már megbeszéltük. De egyébként elmondom nektek, hogy egy pont mögöttem látszik majd az építendő mosdó vagy mellékhelység, de van egy kijelölt hely, amúgy is egy igényes kijelölt hely, tehát mindenki nyugodjon le a fenébe, nem a bokorba kell pisilni. Jó, srácok, szerintem Attilának megköszönjük ezt a lehetőséget, hogy mi eljöhetünk ide a Bügyköldébe. Sok sikert kívánunk a továbbiakban, és hát megmondom őszintén, tényleg életemben először, nem autószerelő műhelybe járok életemben először, hanem egy szerelő magad műhelybe járok életemben először, és nekem abszolút tetszik, a létjogosultságát abszolút látom, tehát én mindenképpen további sok sikert kívánok neked ez az egész. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt voltatok, és én köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathattam. Nem viccelj, már érdekes, tehát minden, ami az autózással kapcsolatos és érdekes, akár nekem, akár a nézőknek, akárkinek, szívesen részt veszek benne. Jó, srácok, szerintem mindjárt csinálunk egy outrót, csak hogy jól nézzen ki a végkép, úgyhogy mindjárt folytatjuk. Na, srácok, mint láttátok, ez volt Sopron első és eddig egyetlen, és szerintem egyetlen marad is, szereld magad műhelye, a Bügykölde. Természetesen mielőtt jönnek a hülyébbnél hülyébb kérdések, hogy hogy néz ki az épület. Szóval az épület még alakítás alatt van, ergo under construction, ahogy ezt a tuningosok szokták mondani. Attilának nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert kívánunk a Bügykölde fejlődéséhez, és szerintem szem előtt fogom őt tartani, és követem a fejleményeket. Nektek köszönjük szépen, hogy megnéztétek, amennyiben tetszett, amit láttatok, a Bügykölde honlapja, illetve elérhetőségei lent lesznek a leírásba. Facebookon megtaláljátok, a Google segítségével megtaláljátok, és ha már ott vagytok, akkor természetesen egy feliratkozás, lájkot én is megköszönök. Tudjátok, nagyon jó, TikTok még mindig nincs bent egy buziság. Facebook, Instagram rendelkezésetek rá, és a legújabb bővület, az X, szintén ott van veletek, úgyhogy kövessetek be ott is. A következő videóban találkozunk, iratkozzatok fel, csekkoljátok a Bügyköldét. Én meg elmegyek haza. Jó cöket! Sziasztok! Jó cöket!